újabb gumi. Hát igazából a Magic Eye Unicorns keretében egy elég érzékeny témát fogok most hozni nektek, de aktuális is igazából a körmözéshez. Ez pedig hát az úgynevezett body shaming, meg a testképekről, szépségideálokról és stb. Na már most rólam van a legtöbb emberben egy kép, ami lehet, hogy x éve igaz volt, hogy én egy picikét olyan duzibb ember voltam, tényleg, és nem sokat edzettem, mert nem szerettem, meg nagyon szerettem a sok édességet. Hát ez a mostani évekre már nem annyira igaz. Egyébként van, akik, hát vagy úgy mondták is nekem, hogy hát viszont most elég sovány vagy, meg elég ki nem vagy elég erős. Aztán mások meg mondják, hogy ó, te még az a duci kislány vagy, gondolom. Akik ezeket mondják egyébként, ők vagy régebbről ismernek engem, és már nem annyira érdeklődnek az irányomba, vagy egyszerűen ezek a TikTok videók úgymond ennyire nem adnak vissza semmit rólam, mert nem láttak a való életben, nem hiszik el, hogy adott esetben tényleg én vagyok a videón, meg stb. Na, hát igazából rám nyugodtan lehet mondani mindenfélét, ilyesmit. Azért lehet, mert már x évben nagyon sokszor is én tényleg voltam igazán duci, és gyerekkoromban, de egyébként mindig utána jött valamilyen dolog, ami miatt lefogytam, vagy betegség, nem tudtam enni, és hát egyébként nekem az mindig nagyobb szenvedés volt, amikor egyáltalán nem tudtam enni, és hát nem kívánom azt senkinek, hogy olyan sovány legyen, még hogyha egy ott esetben az is szépség ideál, hogy valaki iszonyú vékony, és nincs ereje, és hát az elég sok betegséghez vezethet. Most, ami pontosan nem tudom hány kiló vagyok, majd lehet, hogy foglalkozom így vele, de inkább arra megyek rá, hogy többet edzek, ahol tudom, mik azok a testrészeim, amikre kellene, mert adottságokból én nem vagyok egy hosszú, combolábú ember, és mégis most egyébként úgymond arra büszke vagyok, amit úgy elértem egy kicsit testbe az olyan gyakorlatokkal, amik konkrétan erre vannak, hogy például combra, lábra. És volt, amikor kaptam is érte a dicséretet. Na de, miért is beszélek most erről, miért hoztam ezt a témát? Azért hoztam, mert tegnap volt, és én az Insta oldalaimon, a divatoson, az M-fashionon ki is tettem sok sztorit, és elég kritikusan álltam ehhez is. Ez a Crystal Nails-hez kapcsolódó Magyarországon szépségkirálynő választás, és mi volt tegnap? Hát igazából én 4 éve láttam először ezt a szépségkirálynős topikot, témát, hogy van ilyen megrendezésben, és hát valójában tetszett, de annyira mégsem, mivel hallottam már róla, jó, ez persze régebbi korban történt, nagyon régi korban úgynevezett, hát ha jól tudom, akkor az egy ilyen szocialista szépségverseny volt, és ott kiválasztottak egy lányt, hölgyet, x éve, elvileg annyira régen nem történt, és akkor ez a lány nagyon-nagyon sok terhet ráraktak, most itt nem tudom, hogy az akkori vezetés miatt, vagy ilyesmi, és ez a lány, képzeljétek el, hogy öngyilkos lett. Bár egyébként nem amiatt, mert hogy ő szépségkirálynő lett, és nem tudom, hogy csak ország szépe volt-e ő, vagy világ szépe, de érdekes történet egyébként. Na hát itt van ismét ilyen dark teória. Persze meg lehet nézni egyébként, hogy minden országnak, mindennek más a szépségideája. Nálunk egyébként azt figyeltem meg, hogy mindig egy nagyon hosszú hajú lány nyeri meg, vagy igazán szőke hosszú hajú lány, volt, amikor nagyon vékony, vagy fekete, nagyon hosszú hajú lány, barna, na hát igen, és úgy veszem, nálunk ez a szépségideál, és én is ehhez tartom magam, ez a kicsikét, van benne szerintem fiúsabb lányvonások, és én imádom ezt a fajta szépségideált, mert szerintem ez jó, és szerintem igen. Aztán persze
Hát és tegnap is, ha érdekel titeket, levitiszt, hogy mik voltak, persze neki mindenféle más küldit is kell teljesíteni, és hát azért érdekes a számomra, mert ezek a lányok elvileg lesznek a, hát ha majd lesz valóban megint ilyen kristálynézes újságom, akkor a címlapján, mert őket nagyon sokat fotózzák, nagyon sokat vannak a már előtt, nem úgy, mint én, hogy egy szobából videózik, hanem tényleg sok ember előtt, és azért azért ott nem nagyon van olyan, hogy kameraszerénység, vagy ilyesmi. Na igen, ez volt a magyarországi, és ami talán érdekesebb, hogy érdekes ez is, de még nagyobb érdekesség, hogy nem tudom, hogy úgy megy-e, hogy Európába is már kiválasztották minden országból az adott illetőt, hogy szerintük ki a legszebb. Érdekes, minden országban leginkább ilyen keleties stílusú szépségeket láttam, és csak egyetlen egy északi típusú lány volt, amit idén láttam a szép hercegnők közül, és meg is lepődtem, hogy igazából Európában is tényleg most már egyre inkább nem a japános, hanem konkrét indiai keleties szépségű lányokat láttam. Igen, bár nálunk tőlünk szerintem ilyen északiasabb lány típus szépség nyerte meg ezt a jó kis díjat. Hát igen, de kíváncsi leszek, hogy vajon lesz olyan ember, aki bizonyít Európa szinten, és bizonyít világ szépe szinten. Hát igen, mondjuk hát, alapból itt az edzésre kell szerintem ráállnia, hogy én évekkel ezt néztem meg, hát bizonyos úgymond kis csalásokat azért lehet már a mai világban, sőt ők nyernek is alapból alkalmazni, lehet itt plasztikára gondolni, nekem egyébként semmilyen nem mondom, hogy nem érdekel, talán az ajak dolgok érdekelnek, de a mai korban nagyon lehet, például ha valaki nem bírja a műszempillát, vagy csak ritkábban akár lehet építeni szempillát, az is ugyanolyan, mint a mármint a körmözés, lehet szemöldököt nagyon-nagyon sokáig festeni, olyan kedve nem csak otthon, hanem kezelésekkel, meg ilyesmi. Leginkább, ami nekem most fontos, az arcápolás, meg hát a másfajta kozmetikai, na abból is lehet, aki örökre, és talán ez is egy nagyon-nagyon fontos szépség dolog, egyik legfontosabb. Hajat is lehet már, akinek kell, szerencsére az nekem annyira nem, és hát meg a hajfestések ezek. Hát igen, akik nagyon ezzel el vannak, és a ruhák, a ruhaöltözködés, öltöztetés, mi az, ami tényleg kihangsúlyozza az alakod, majd van-e bátorságod úgy megmutatni magad ilyen ruhákban, ez is nagy kérdések itt. Most ennyi lett volna ez a kis érdekes beszélgetés, tudom, nem annyira megszokott tőlem, már mindig inkább ilyen vagy gaming, vagy könyves dolgokat hozom, csak gondoltam, beszéljünk egy ilyen témáról is, és most magyarul, és lehet, hogy majd, ha viszont lesz majd ez a világ, meg Európa, egy egész kiválasztás, akkor kíváncsi leszek, szerintem biztos vagyok benne, hogy egy teljesen másfajta lány fogja megnyerni ezt a, úgymond a szépség versenyt, és azon fogunk meglepődni. Hát akit meg érdekel, természetesen neten fönn vannak ezekről mindenféle vicces összeállítások, vagy komolyan, szóval nézzetek körbe, és majd találkozunk a következő videóban.